Szép napot mindenkinek! Én Snergman vagyok, ez itt a Sentinel Kritika sorozat, és most Jack Kerouac úton című klasszikus háthagom bemutatni. És rohadt melegen van. Ha valaki az amerikai irodalomról ír, beszél, vagy olvassa, akkor annak van egy megkerülhetetlen darabja. Ez az úton. A bit nemzedék legnagyobb becsben tartott alkotása eredeti 1957-es megjelenése óta az úton a mai napig az amerikai irodalom egyik leghatalmasabb sikerének számít. Az újrakiadások során az úton állandóan bővítették, kipótolták korábban kivágott részletekkel, és nem régen, pár évvel ezelőtt megjelent az eredeti, eredeti tekercs című változat, ami már vágatlan, és minden részletet tartalmaz, úgy, hogy azt kerülák eredetileg megálmodta. Magyarul is megjelent ez a kiadás, és a kritikát ez alapján, a verzió alapján készítettem el. És elnézést szeretnék kérni most minden olyan hallgatónktól, aki az útonnak a régebbi kiadásait olvasta el. Én szeretek a vágatlan eredeti változatok alapján dolgozni, hogy sokkal jobb képet tudjak adni a szerzőművéről. De, mielőtt még belemegyünk a cselekmény részletezésébe és az írástechnika kielemzésébe fel kell tennem azt a kérdést, ami ilyenkor régi könyvek esetében mindig elő szokott jönni. Vajon Jack Kerouac klasszikusa képes a mai napig lenyűgözni egy embert? Egy olyan olvasót is képes magába szippantani, aki nem a beat nemzedék szülötte? Na, lássuk! mivel az eredeti tekercs kiadás a karakterek valódi nevét használja, ezért én is így fogok tenni. Tehát nem Cell Paradise-t fogok használni, nem Dean moriarty hanem Jack kerouac és Neil cassidy -t. Ezt fontosnak tartottam elmondani, mielőtt még elkezdem részletezni, hogy miről is szól ez a könyv. Úgyhogy az olvasók ne lepődjenek meg, hogyha a szerző neve többször is elhangzik, hiszen ő maga is szerepelt ebben a könyvben. Mert az utazásai is lettek meg. A történet az 1940-es évek második felében játszódik a második világháború után. Főszereplői pedig a Beat nemzedék tagjai, akik elszenvedve a világháború szörnyűségeit és belátva, hogy szüleik korábbi életmódja már elavult és tartatlan, úgy döntenek, hogy új fényeket keresnek a szó minden értelmében. A történet főszereplője maga a szerzőtel Jack Kerouac, aki egyszer találkozik egy Neil Cassidy nevű emberrel, aki hatással lesz rá. Neil ugyanis állandóan nem csinál más, csak vándorol az úton, egyik napról a másikra tengődik, és az, hogy látszólag azt csinálja, amit akar, hatással lesz Jackre, és úgy dönt, ő is felkerekedik, és ő is megkezdi Amerika beutazását. Ami szerintem a legjobb az úton hogy nem csak a szex, pia, drog, jazz négyes mutatja be nekünk a beat korszakot, hanem benne van az új ideológiai ösvényeket kereső embereknek a gondolkodásmódja is és ezeknek a bemutatása szerintem nagyon jót tesz a könyvízének. Nekem legalábbis nagyon tetszett. Kerülák ezt nagyon jól írta meg. Az úton, irodalmi szempontból nézve, szintén nagyon érdekes könyv. Vannak benne költői képek, érezhető benne a posztmodernitás összes molekulája, és emellett végig egyszerű marad. Gyorsan olvastatja magát, sok esemény történik benne, és ha az ember rákap az ízére, akkor nagyon gyorsan el tudja olvasni. És itt jön a fekete leves. Ha rákap az ízére. Na és mi lesz akkor, ha nem kap rá? Ahogy azt már a kritika elején megfogalmaztam, az úton egy generáció olvasmánya. És nem az én generációmé. Bár vannak bennáfelések a mi generációnkkal, hiszen a mai napig rengeteg ember él úgy, hogy a könyv éltek akkor, de ahhoz, hogy az úton lekössön, ahhoz szimpatikusnak kell tartanod az ilyen kaliberű karaktereket, érdekelnie kell téged a beat nemzedéknek, és ha ezek megvannak, akkor élvezni fogod ezt a könyvet, és villám gyorsan el fogod tudni olvasni. Mert ahogy már korábban mondtam, az úton, írási szempontból nézve, egy nagyon könnyen olvasható sodró olvasmány. De ha nem dobog a szíveben a beat, és nem szereted az ilyenfajta hedonista életmódot, akkor az úton messziről kerüld el. Ha lecsapaszítom rajta azt a képességét, hogy tökéletesen átadja a bit nemzedéket, akkor az úton karaktereit tekintve egy rohadt szánalmas felhozott a rendelkező könyv. Mindenki felügytlenül dúg, iszik, drogozik, elképesztően parázna módon élvezi az életet, és ezekkel az emberekkel a valóságban sem tudok szimpatizálni, ezért a könyvben sem jött össze. Ezen kívül a cselekmény nem változatos, hiszen ez a könyv nem is a cselekményéről lett híres, hanem a korrajzáról. De lényegében, ha megkezdenek egy utat, befejezik, aztán folytatják, és aztán újra felkerekednek, aztán megint folytatják, bajba kerülnek, megint megy a hedonizmus az egész történet alatt, úgyhogy egy eléggé repled önismétlő olvasmány az úton. Úgyhogy nekem személy szerint nem nyert el a tetszésemet. És itt kihangsúlyozom azt, hogy a kritikám az én szubjektív benyomásaimat tükrözi. Ne értsetek velem egyet, csak mert én azt mondom, hogy nekem az úton nem tetszett, azért nem jelenti azt, hogy senki másnak sem fog. Az úton egy megosztó könyv, ami vagy tetszik neked, vagy nem. De az elolvasása semmiképpen nem minősül elpazarolt időnek. Mert az úton egy nagyon fontos könyv. Kulturális szempontból, irodalmi szempontból, kalandos, utazós regény szempontból, minden szempontból fontos könyv. És éppen ezért ajánlom mindenkinek, hogy legalább egyetlen egy próbát tegyen vele. És ha lehetséges, akkor mindenki az eredeti tekercs változattal tegyen próbát. Sziasztok!